Tegyünk együtt a korai szívhalál ellen, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Fiatalkori szívinfarktus, végtagi érszűkület vagy éppen stroke, ezek is kialakulhatnak akkor, hogyha nem kezelik időben az örökletes magas koleszterin szintet. Ezzel foglalkozunk a mai Esti Mérlegben, tartsanak velünk! Szeptember 24-e a Nemzetközi Familiáris Hiperkoleszterinémia, avagy az örökletes magas koleszterin szint napja. Ennek apropóján a szakemberek világszerte igyekeznek felhívni a figyelmet a betegségre, mely számos súlyos érelváltozást okozhat. Hogyha valaki olyan gén eltéréssel rendelkezik, és ezt örökölte a szüleitől, akkor nem tud eltávozni megfelelő ütembe a koleszterin, ott marad a vérünkbe, kering-kering, és az érfalba fog kikötni, az ér elváltozásokat okozhatja, amely jelentheti a szívkoszorúsereknek az eltérését, akár szívinfarktushoz vezethet, vagy az agyérek elváltozását okozhatja, agyvérzéshez, sztrókhoz vezethet. Már hazánkban is szervezetten működik az örökletes magas koleszterin szintű emberek diagnosztizálásának és kezelésének programja. Azoknál, akiknél felmerül a familiáris betegség gyanúja, Székesfehérváron is adott a lehetőség a mielőbbi kezelésre. Az első lépés az, hogy legyünk tisztában a saját koleszterinünkkel, és hogyha összerakódik a puzzle, hogy magas a koleszterin, a családba esetleg érbetegség van, akkor itt az ideje, hogy fel kell keresni olyan szakembert, és itt Fehérváron, természetesen a Szent György Kórházban van olyan anyagcsere szakrendelés, lipid szakrendelés, amit jó magam vezetek, ahol az idefordulókkal meg tudjuk beszélni, hogy mi a teendő. Mi is a teendő? Sajnos a genetikusan öröklött családi magas koleszterinnél is nagyon fontos az egészséges életmód. Természetesen ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A nem dohányzás, az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, ezek mind-mind nagyon fontosak, mert ronthatják a veszélyeztetettségi állapotot, de nem oldják meg a családi magas koleszterin. Tehát nem fog sajnos a 8-as koleszterin, nem fog 5 alá menni attól, hogyha valaki nagyon egészségesen táplálkozik és rendszeresen mozog. Sokat segít saját magán, de kevés. Sajnos ilyen esetben gyógyszerre van szükség, koleszterin csökkentő gyógyszerre, és a helyzet az, hogy a mai ismereteink szerint úgy néz ki, hogy minél előbb tudjuk csökkenteni a koleszterint, annál több esélyt adunk az adott egyénnek, aki ilyen rossz génnel rendelkezik, hogy ugyanen életet élhet, mint bárki más, aki nem rendelkezik rossz génekkel. Tehát tulajdonképpen minél előbb, annál jobb. Már a gyerekeknél kiderülhet ez, ha a gyerekeknél valamilyen oknál fogva, és nem kell feltétlenül ezért, vérvételre kerül sor. Érdemes a koleszterint is megnézni, különösen, hogyha ilyen családban levő gyerekről van szó, mert árulkodó lehet már önálluk is, hiszen ez születéstől kezdve magas koleszterint jelent. És ugye évtizedek alatt a felgyülemlő koleszterin az mind ugye az érfalba rakódik le, tehát aki nagyon súlyosan érintett, ugye van egy súlyos, ritkább formája, az ugye azt mondjuk, hogy olyan 1 millió lakosonként 1-2 érintett van, akinél abszolút nincsen ilyen koleszterin kiürítő egység, önálluk sajnos 10 éves korban már szívinfarktus jelentkezhet, agyvérzés jelentkezhet. A többinél, aki viszont nem olyan ritka, ez úgy néz ki, hogy 200 lakosonként egy fő. Tehát azért azt nézzük, hogy Székesfehérvár nagyságú város, egy 100 000-es nagyságú városnál legalább 500 olyan honfitársunk él itt közöttünk, akiknek biztosan olyan súlyos veszélyeztetettsége van, hogy valamit kell tenni vele. Tehát el kell menni szakemberhez, és meg kell beszélni, hogy az egészséges életmód mellett sajnos koleszterin csökkentő tablettára van szükség, ami természetesen csak akkor hat megfelelően, hogyha beszedik naponta. Feliratják a házi orvossal és beszedik. Ezek a gyógyszerek hatásosak, és ez a 7-8-as összkoleszterin a megfelelő gyógyszerrel akár normalizálható. Az örökletes magas koleszterin szint gyakoribb, mint korábban gondoltuk. Több mint 20 000 embert érinthet Magyarországon. Ha a betegséget nem kezelik, akár fiatalkori szívinfarktus, stroke és végtagi érszűkület is kialakulhat. A legtöbb esetben nincsen
Lehet, persze. Mindenki jól ismerhet a körébe, reméljük, hogy nem saját magán. Olyan kis apró eltéréseket, hogy a szem héjon kis sárga felrakódások jelennek meg. Ugye ez a bőrgyógyász kollégáknak egy kedves területe, hiszen valamilyen technikával megpróbálják eltüntetni, aztán hálás, mert a beteg újra meg fog jelenni ott, újra kialakul, mert a háttérbe az igen magas vérkoleszterin áll. Tehát a megoldás az, hogy a vérbe kell csökkenteni a koleszterint. Tehát nem fáj. Természetesen a magas koleszterin nem fáj. Se a fejünk, se a hasunk nem fáj tőle. Az már nagy baj, hogyha mellkasi fájdalom jelzés van, mert az akár szívinfarktusnak az első jele is lehet. Tehát a szemhéjon lehetnek ilyen sárga felrakódások, izületek felett, a térdnél, a lábfejen, a igen kitüntetett helye az achilleszin, tehát a sarkunkon, hogy megvastagodás, invastagodás megjelenhet. De ez nem minden esetben jelenik meg. Ami egyértelművé teheti a családi magas koleszterin meglétét, az a vérben kimutatható igen magas koleszterin. Mit jelent az igen magas koleszterin? Ugye általánosan azt mondjuk, hogy az 5 alatti összkoleszterin az a kívánatos, az egészséggel összeegyeztethető szint. És ezen belül ugye még van a rossz koleszterin, ami jó, hogyha 3 alatti értéket mutat. Most a családi magas koleszterin esetében viszont akár 10 feletti összkoleszterin is lehet súlyosabb esetben, de enyhébbnek minősíthető esetben is 7-8 feletti összkoleszterin van. Tehát egyértelművé teszi a dolgot, illetve ami még fontos információ lehet, hiszen a vérzsíroknak koleszterin mellett van még egy másik fontos energiát biztosító zsírunk, a triglicerid zsír, tehát a családi magas koleszterinre az jellemző, hogy csak a koleszterin magas, és a triglicerid nem. Sok más zsír anyagcserezavar van, ahol együtt emelkedik a két érték, és okozhat problémát, de a családi magas koleszterin, tehát 7-8 feletti összkoleszterin mellett teljesen normális, tehát 2 alatti triglicerid szint van, és milyen további árulkodók lehetnek? A családba, a szülőknél fiatalon szívinfarktus, agyvérzés, tehát olyan súlyos érkatasztrófa megjelenése, amit esetleg sors jelnek vesz valaki, és nem foglalkozik vele, természetesen egy szomorú történet a családba, de az egyénre nézve ilyenkor ez egy fontos figyelmeztetés, hogy legyen tisztában a saját koleszterinjével. Tehát tulajdonképpen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyrészt, ha valaki, és erre jók az ilyen világnapok és akciók, mint ami most is van ugye a családi magas koleszterinnel kapcsolatban, ez nem egy napos történet, egy nap alatt nem oldódik meg a történet. De figyelemfelhívásnak jó, hogy mindenki vegye elő a legutolsó laborpapírját, nézze meg, hogy van-e rajta koleszterin meghatározás, összkoleszterin is mennyi volt, és hogyha az 7-8 feletti, akkor kezdjen el gyanakodni, hogy ott baj van, és azzal kell valamit csinálni. Ha nincsen laborpapírja, vagy a laborpapírján nem szerepel a koleszterin, akkor itt az ideje, hogy menjen el és határoztassa meg az összkoleszterinjét, a trigliceridet is, ahogy mondtam, hogy az ugye lehetőség szerint normális legyen, és akkor mérlegelje. Ha 5 alatti a koleszterinje, biztosan nincsen családi magas koleszterin. De hogyha 7-8 feletti az összkoleszterin, akkor nagyon fontos tisztázni, és mellette még esetleg a családtörténetből ilyen adatok is tudottá válnak, hogy a szülőknél sajnos ilyen végzetes érkatasztrófa volt, vagy a testvérénél, vagy bármelyik családtagjánál. Az fontos figyelmeztető jel lehet, hogy érdemes tisztázni, hogy van-e magas koleszterin. Miért fontos ez? Azért, mert azt tudjuk, és ez tény, lehet sok mindent mondani a koleszterinről, hogy van-e jelentősége, érdemes-e csökkenteni. De az sajnos tény, és mellette nem tudunk elmenni, hogy azoknál a férfiaknál, akik ilyen magas családi koleszterinnel rendelkeznek,
50 éves koruk környékére az 50%-uk biztosan szívinfarktust fog kapni. Vagy már, hogyha ezen túl van, akkor kapott. Nőknél egy pár évvel későbbre tolódik, de ott is fiatalon. Tehát 60 éves korban sajnos 30-40%-uk a hölgyeknek, akik ilyen magas koleszterinnel rendelkeznek, veszélyeztetettek egy érkatasztrófára. A Nemzetközi Figyelemfelhívó Napon a szakemberek igyekeznek hangsúlyozni, ha valakinek a családjában fiatalkorban agyvérzés, infarktus fordult elő, lehetőség szerint minden családtagnak érdemes koleszterin szintmérésre mennie, és egy egyszerű vérvizsgálat is elég lehet ahhoz, hogy kiderüljön a veszélyesen magas koleszterin szint. A fehérváriaknak szeptember 29-én a Palotai kaputéren szűrésre is lesz lehetőségük. A helyszínen prostata, csontritkulás szűrés, koleszterinszint és vérnyomásmérés, szív- és érrendszeri kockázatfelmérés is lesz többek között. De az egészséges életmódra nem csak szűrésekkel figyelhetünk. Európa országaiban minden év szeptemberében sportolásra hívják a lakosságot. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Székesfehérvár is. Az Európai Sporthetet az Európai Bizottság hozta létre 2015-ben. Tavaly több mint 30 ország számos városra kapcsolódott be a kezdeményezésbe. Székesfehérvár idén kiemelt helyszíne a rendezvényeknek. A kampány célja, hogy vasárnaptól vasárnapig minél többet sportoljon együtt a lakosság, és egész évben aktívak maradjanak. Ennek több célja van, mind a mellett, hogy felhívja a figyelmet a sportolásra, próbál rávenni arra, hogy rendszeresen sportoljunk, egyfajta közösség is, egyfajta közösségi élmény a városok és Európa országai között. Egy nagyon eredményes kezdeményezés is, Székesfehérvárnak pedig különösen, hiszen már szerepeltünk ezen annyira jól, hogy egy oklevéllel ismerték el tevékenységünket. Mi a nyitott tornatermekre helyezzük ezeknek a mozgalmaknak a hangsúlyát, hiszen ezzel nekünk gyakorlatilag nincs is külön tennivalónk. Nálunk ezek a programok futnak, és azt szeretnénk, ha még többen vennének ezen részt, úgyhogy várunk mindenkit, próbálja ki az ingyenes sportolási lehetőséget. Az Európai Sporthét alatt szeptember 23-ától 30-áig számos helyen várják a sportolni, mozogni vágyókat. Nem csak a sportolásra, a közös élmények szerzésére is alkalom lehet a kínálat. Székesfehérvár is részt vesz ebben a rendezvényben, és az egész héten 100 díjmentes rendezvényt ajánlunk Székesfehérvár lakosainak, elsősorban a nyitott tornatermeket, de szeptember 29-én 9 órától betettük a programba a kiemelt részként a mellrák elleni sétát is, ami az ország almától indul. Vasárnaptól vasárnapig általános és középiskolák tornatermeiben a legkülönfélébb sportokkal várják a lakosságot. Lehet kosárlabdázni, tornázni, tollaslabdázni, florbalozni, röplabdázni vagy éppen futballozni, de alakformáló konditornán is részt vehetnek a mozgás szerelmesei. Jelentkezni a helyszíneken lehet. A Sporthét programjairól bővebben a www.europaisporthet.hu és a www.székesfehérvár.hu oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, de ne kapcsoljanak el sehova. Tartsanak velünk továbbra is, szép estét, viszontlátásra!